Február 25-e több mint 20 év a kommunizmus áldozatainak emléknapja. A korszak kegyetlenségeiről, illetve áldozatairól Berettyóújfaluban is évről évre megemlékeznek. Idén az alkalomból a Foglyok című magyar drámát vetítették a Nadányi Zoltán Művelődési Házban. A filmvetítés előtt Muraközi István beszédét azzal kezdte: külön öröm és megtiszteltetés, hogy a megemlékezésen részt vettek diákok is. Nekik ugyanis életkorukból fakadóan nincs személyes tapasztalatuk a kommunizmusról, ami világszerte több 100 millió halálos áldozatot követelt. A polgármester arról is beszélt, az ideológia nyugatról jött, szomorú módon világhódító útra indult, és hatalmas károkat okozott a lelkekben. A rémtettektől rengetegen szenvedtek, majdnem minden család átélte a borzalmakat. Városunk vezetője beszédét azzal zárta: fontos, hogy emlékezzünk az áldozatokra, és ne hagyjuk, hogy egy ilyen szörnyűség még egyszer megtörténhessen. A korszak kegyetlenségeit a Foglyok című film elevenítette fel. Az igaz történeten alapuló 2019-es dráma azt mutatta be, ahogyan a závósok egy budapesti családot internáltak.